A nyár végén sokan térnek vissza nagy lendülettel az edzőtermekbe, ilyenkor jönnek a sérülések menetrendszerűen. de vajon mi okozza ezt, milyen hibákat vétenek az edzésbe állok, és egyáltalán milyen sérülések lesznek ebből? Hogyan lehet ezeket kezelni? Takács Zoltán vagyok, és Fábián Péter személyi edzővel, masszőrrel és rehabilitációs trénerrel beszélgetek arról, hogy mit szabad és mit nem egy kisebb-nagyobb kihagyás után az edzőteremben. Úgy tudom, hogy több mint 30 éve él a súlyzók világában. Hogy kezdődött? Hát üdvözlöm a kem a hallgatóit, a podcast hallgatóit. ez úgy kezdődött, hogy szerintem már megvolt a Terminátor, ezt már láttam. Szerintem a Kónal is lement már. Illetve nekem nagy kedvencem volt annó, akkor még csak az osztrák csatornákon jött be a volt egy hák sorozat, ami most a Hulk, igen, uh -huh. a feláldozhatóknak az egyik nagy a kedvencem HALC, egyik legösszetettebb figura, akkor még nem voltak a számítógépes technikák, és ott egy izig-vérig élő ember szerepetette az zöld szörnyet meg, és szerintem annak a hatására kezdtem el ezt az egészet, és abban az időben volt a Tatomány TKTV-ben egy bemutató az akkori úgymond gyúrósok vagy kondisokról, és én azon felbuzdulva akkor fölkerestem őket, és ez a, meg a Petőfi Tömegsport Egyesület keretein belül működtek ők. Megkerestem őket, és én akkor elkezdtem ezt az egész műfajt csinálni. Ez egy nagyon jó, jó időszak volt, ez egészen, nem is tudom, 2000-es évek eleje, 90-es évek közepe végig, ez egy óriási időszak volt, nagyon jó, nagyon jó jó, de hogyha uh, ugye tömegsport egyesület, az egyesület, tehát egyesületi igen, forma, igen. akkor uh, mint versenyző is, vagy pedig mint uh, csak uh, ezt a mozgásformát és a súlyzók világát előtérbe helyező Hát akkor, a, akkor ez a, nem is tudom, hogy voltunk akkor, hogy, hogy volt, hogy ez az egyik szakág volt, mert tömegsport egyesület volt. volt igen. Aztán voltak akaratésok, nem tudom, nem a természetjárok, hogy kik tartoztak bele hozzá. De ez egy külön, szerintem úgy, hogy szakákként működött. Voltak versenyek, akkor az előemelés volt inkább a, a húzóág abban az időszakban az Egyesületnek az életében. Műveltem ezt is. Volt egy-két badis, ők bemutatóra jártak, utána később már jártunk mi is, diszkók, egyéb fellépések. Nagyon nagy dolog volt az abban az időben, és mindenhova el lehetett menni, fellépni ilyen, ilyen helyekre. Tehát ö, voltak versenyzések, de a, a legnagyobb versenyzés, az a leg, legerősebb versenyzési ág az, az volt, akkor az akkori vezető, akkor is ők is erőemelők voltak, és volt egy pár is, és utána ez itt szépen így kezdett mm -hmm. úgy, 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 felfejlődni egyre jobban, hogy ez úgymond ismertebb lett, nem a, nem a tipikus pince sportág volt ez annak, annak idején az egész országban sajnos, vagy hál' Istennek nem is tudom, hogy mondjam ezt. Sérülések kerülték? az elén igen, de késő volt utána egy komolyabb sérülés, neki induló van, de az is volt, tehát nagyon sokáig nem tudtam bizonyos gyakorlatokat megcsinálni, de de hát istenek az. Mi volt ez? Ez egy rosszul kivitelezett gyakorlatnak a vége volt, és a gyakorlat az jó volt, csak a vége, amikor már jó, megvan vége, lerakod a súlyt, ez egy felhúzás gyakorlat volt, hogy csak úgy trehány az ember lerakott. Hát, és nem is volt nagy a súly relatív, viszont ami minden volt rajtam, a őv gúrni, amit el tudsz képzelni, minden ilyen segédeszköz, védőeszköz, biztosítóeszköz, és akkor volt egy ilyen, hú, egy ilyen nagyon-nagyon rossz érzés, hogy csikolja, mint a fiók oda kibe, rosszul lét, szédülés, és akkor az, jó van, akkor ott az úgy meg megviselt egy kicsit. De rosszul hangzik. Rosszul volt már az a két hétig, az a földön fekvéses dolog volt, és utána másfél évig volt egy pár gyakorlat, amit nem tudtam kivitelezni, Itt abszolút teljesen mást kellett csinálni, de, de hál' istennek komolyabb probléma ebből nem volt. Valahonnan innen indult ez a masszörködés, gyógyászat felé való elmozdulás? Ő, szerintem igen, ezt most igazán gondolkodtam, hogy ez konkrétan az minek a volt köszönhető ennek a kezdete, de, de ö, ilyesmi, mert annak idején, amikor elkezdtem konkrétan dolgozni ezen a területen, tehát nem csak sport volt, hanem már, már munkát is végeztem ezen a területen, akkor volt egy masszorunk lent még a, a, teremben, és akkor én vele beszélgettem, mert nagyon érdekelt, hogy mit, hogyan, mert és akkor az ő segítségével úgy próbáltam elnek az egésznek, és akkor elkezdtem belemélyedni jobban ebbe a masszázs témában. Tehát egy nagyon jó dolog volt ez. Az edzősködés, az meg ugye adódott. Az meg adódott sportolói... Ebből, mert érdekelt, tudni szerettem volna mindent, hogy Léze. megvárjuk a világot, címszó, szóval, hogy elmondanak minden szuper titkot, hogyan? és ez egy jó dolog volt. Mert mi voltunk az elsők, tehát az én évfolyamon, vagy az az évfolyam, ahol én kezdtem az edzői tanulmányokat, csináltam, az az évfolyam volt az első az országban, aki edzői ezen a, ezen a, területen a testépítés, akkor még úgy, hogy testépítés, előemelés, szakterületen edzői Papírt szerzett, középfokú egyszerű papírt szerzett. Uh -huh. Ez egy jó, jó dolog volt. E, és akkor van ugye az edzősködés és a masszázs, és Pállás. a kettő ötvezetének a hatására lett uh, rehabilitációs téma, de ez mit jelent? Hát itt az, hogy a sérülések, balesetek után, tehát akár sportolóról beszélünk, akár, de elsősorban sportolói oldalról van ez megközelítve, jobban, hogy az a cél, hogy minél hamarabb visszakerüljön a sportoló a pályára, mert hát pénzbe van, Pénzt adtak érte, az a van neki, hogy dolgozzon, munkába, munk, úgy munkába, a nevezésbe álljon, meccsekre járjon, versenyekre járjon, és ennek a minél gyorsabb elősegítését, a műtét, baleset, egyéb sérülések után minél gyorsabb lesz lehetőség szerint elérni. Uh -huh. Most uh, ilyenkor ugye már az lassan az utószezonból visszatérők is megjelennek az edzőtermekben, újra egyre zsúfoltabb lesz a, a helyzet, és ilyenkor van az, hogy nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy óriási lendülettel neki állnak edzeni. És gondolom, hogy ilyenkor egy kicsit a sorok is megnőnek ott a rehabilitációs tréner szobája előtt. Igen, mi, mi az, ami a leggyakoribb hibája? A leggyakoribb hibák, amit ilyenkor elkövet az a, a nagy lendülettel edzésbe kezdő, aki kihagyott pár hetet, hónapot. Ilyenkor az a legnagyobb hiba, aki, aki mozgott előtte volt sport, nagy Isten edzett előtte, hogy ugyanott kezdi, ahol abba hagyta. Uh -huh. Tehát az a legnagyobb baj, hogyha, mit tudom, 200-at nyomott, akkor 200-at, vagy bármi, tehát ott kezdi, ahol abba hagyta. Tehát aki, aki meg elsőre jön, akkor ő bírja, akár fiatal, akár idősebb, tehát ő, na hát hogy, hogy ne bírná. Tehát ezek a legnagyobb hibák, hogy ő belevágnak a közepébe, de nagyon, nagyon durván, tehát nagyon fokozat nélkül fokozatosság Na ez az akkor, a fokozatosság, ez ugye a fokozatosság elve az nagyon fontos, de ez pontosan mit jelent, hogy mi a jó fokozatosság? Tehát mennyivel legyen vissza valaki, amikor visszatér a edzőterembe? Hát nagyon, nagyon. Hát itt attól függték, hogy mennyi idő volt a kiadás, mi, hagytak egy nyaralás, pihenés, sérülés, egyéb, bármi magánéleti dolog. De az, hogy nem, kez, nem szabad sajnálni azt a három-négy hetet, amíg visszajön arra a szintre, annak a szintnek a közelébe, ahol abba hagyta. Tehát lejön, edz egy fél órát, órát mozog, csak a, azt azokat a gyakorlatokat, mint előtte csinált, azokat imitálja üresen, vagy egy teljesen más jellegű gyakorlat, ami, ami terhel, de nem megerőltető. Tehát szép finoman, izomlás, úgy is, lesz biztos az elején, tehát azt túlélni, vagy csak egy ilyen finom izomlás, hogy ilyen figyelmeztető, hogy igen, mozogtam valamit, úgyhogy jó az irány. Tehát szépen nem szabad sajnálni azt a három négyetet, ami minimum visszahozza arra szintre, mm. vagy arra szintnek a közelébe, ahol ő abba hagyta. Az izomlázzal mi a helyzet? Az izomláz a barátunk, mert az azt jelenti, hogy ugye mozgattam a, a, az izmaimat. Én az van, azt mondják, nem tudom, hogy hiedelem, vagy tény, hogy ha izomláz az jó, arra rá kell mozogni. Az, az, az biztos mindenféleképpen jó, mert teljes, a keringés, a mozgással csökkentjük azt a teljes mennyiséget, ami felhalmozódott, és azt eloszlatjuk. Tehát az jó, az mindenféleképpen jó, hogyha rádolgozunk, az edzésnek is, is van egy ilyen hatás, ez az a szuperkompenzációs és a terhelés, de az egy másik része. Úgyhogy mindenféleképpen jó, hogyha mozog, de nem, de, amit mondom, nem széthajtani, hanem átmozgatni. Te fokozott itt mind, mind az, hogy szépen, nyugodtan, finoman, idő, idő, és akkor ez majd megjön, amit szeretnénk elérni. Vagy legalábbis annak a közelébe ott leszünk. Nyilván mindenki a nagy titkokra kíváncsi, amikor egy ilyen edzőrehabilitációs trénerrel beszélget, viszont két dolog biztosan nagyon fontos az edzésen kívül. Az első, ami az edzésnek szerves része, de előtte van a bemelegítés, a másik, ami utána, az a nyújtás. Most ezekről egy kicsit külön beszéljünk, mert szerintem megéri. A bemelegítésről milyen egy jó bemelegítés? Hát a klasszikus az, hogy egy negyed óra 20 perc, és annak a fele... Egy olyan jellegű mozgás, ami elindítja az, az izzadást, hogy legyen a testnek keringése, testnedek a keringés van. Utána egy klasszikus gimnasztikás dolog, tehát ez, 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 a, ez az alap, ez a klasszikus forma. Tehát ezt kellene csinálni, azt ezt illene csinálni mindenkinek. Tehát ne? nem az, hogy 5 perc futógép, vagy, vagy még inkább három igen, perc bicikli, igen, igen. vagy van, aki két kar nyújtás igen, végez. igen, viszont ennek meg itt megint van egy olyan hátultője, vagy egy olyan jellemzője, hogy most beszéltünk ezt, mondta, hogy negyed óra húsz perc. Ez most hát akinek negyed... van negyed óra húsz perc, mondjuk egy, egy órából, hogy igen, a... és a nyújtásról itt, még nem beszélt. Igen, tehát itt az van, hogy negyed óra húsz perc, viszont ezt, hát ez, lehet úgy esetleg elcsolni, ezt szoktam mondani, hogy rövidíteni, de nem helyett és itt. Most tényleg, ha valakinek van egy órája arra, hogy szánsz, hát tudod rá szállni egy órát, hogy lejön és mozog bármit teljesen, mint hogy mi a mozgása. Futni, vagy biciklizni, úszni. Tehát az, az tényleg egy óriási dolog, hogyha abból még negyed órát, 20 percet elvesz, akkor nagyon sok. Azt meg lehet úgy, el lehet esetleg úgy csalni, hogy bemelegítő krém, mert bekenjük az izületeket, az izmokat, ami tépenséget terhelni akarunk, ha ilyen egész edzés van bárhol, akkor az. Illetve, hogyha edzővel dolgozunk, vagy dolgozik valaki, akkor az edzője fel tudja úgy építeni a, a, a gyakorlat sort, hogy szépen fölvezeti, és észre se vesz, hogy bemelegszik, vagy fölkap, megkapja a terhelést. Tehát azáltal, tehát itt az időtényező, ami egy nagyon fontos dolog, és igen, tehát ez jó lenne, de, 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 de ez az idő, ez egy, ez egy, nagyon csúnya dolog ebben a, uh -huh. az életünkben, hogy, hogy van. Uh -huh. Én amikor futottam ilyen középtávokat, tehát 10-15 kilométert, akkor mindig ugyanazt a bemelegítést csináltam, sőt a mai napig is, ami, amit akkor néztem le valahonnan, ilyen nem tudom, lehet, hogy YouTube-ról, hogy fentről lefelé, tehát a nyaktól, fejkörzéstől egészen a bokáig, ugye. Van ennek egy ilyen jó metódussal? Ez csak egy teljesen jó, viszont ha visszaemlékszel arra, arra a időszakra, vagy arra, amikor futottál, vagy nem tudom, hogy tényleg mennyire vagy aktív futásban, ha ezt végigcsináltad, és elvett egy 5-7 percet, vagy max. egy tizet, vagy még annyit, elvett egy bizonyos időszakot, és utána elkezdtél futni. Viszont ö, eltelt a futásodból is egy 5-7-8 perc, mikor fölvetted azt a tempót, amiután az a tempóval lefutottad a te saját távodat. Így van, ez nagyon és fontos. És akkor ugyanott vagyunk a negyedorov 20 percben, hogy most, hogyha óramisten, amint ma, jellemzős a mai világra, meg az elmúlt, mit tudom, 45-40 évvel, fogsz odamész a futópálya, mellé autóba kiszállsz és elindulsz. Tehát ö, ez benne van, és ezzel tisztában kell lenni. Viszont akkor Úgyse, ha szerencsése vagy, meg ha jól gondolkodsz, akkor tényleg elkezdesz egy kis sétalkoztatás, és saját magadat fel fogod húzni egy 7-10 percen, 12 percen belül arra a tempóra, amivel futsz, és akkor már elvileg a bemegítésed megvan. Igaz, a súlyzózásra ugyanez. Ugyanez, ugyanez. Tehát hát egy kicsi, nagyon kicsi súlyzók. Fin Finoman, tehát azt mondom, ha, ha edzővel dolgozik valaki, az edző azt szépen meg tudja úgy csinálni, hogy észre se veszi, hogy hogy főn vezet, és be van melegedve, és megcsinálják a nagy gyakorlatot, mert, mert azért ezt azért tisztában kell lenni, hogy vagy előbb lejössz, amikor kezded az órát, a személyedzővel dolgozol 20 percen egy óra előbb, az már plusz 20 percet, ugye? az órád előtt, vagy hogyha bele belecsúsztok egy kicsit az edzéssel, azzal kezditek, akkor azt is úgy, de, de ezt ügyesen össze lehet hozni. De a klasszikus az, amit mondtál, igen, ez a negyed óra, 20 perc, ez az alap. Tehát ezért tisztában kell lenni mindenkinek, hogy ha ez van, akkor már sokkal kisebb a bármi sérülés problémának az esélyének a kialakulása. Na, és akkor kezdjük el. 15-20 perc meg van, mondjuk az egy órás edzésből, és akkor nézzük a nyújtást, Mi? ami a végén szintén gondolom, hogy ennyi, vagy nem tudom. Hát az, az megint, tehát, hogyha egy általános mozgásról beszélünk, ott is a Amely kizmokat dolgoztuk, azt célszerű lenyújtani, ha van rá lehetőség, van rá idő, akkor azt, nyújtani, illetve van -e egy olyan technikája még, hogy ezt meg lehet csinálni edzés közben, és amely kizmot dolgozod, azt nyújtod is, tehát két célja között nyújtod. Ez viszont egy nagyon kemény meló, nagyon fárasztó, és nagyon nehéz így leedzeni, de ez is hatásos. Tehát ezt is meg lehet csinálni, hogy menet közben nyújtasz, és akkor már végén nyerte. Tehát a pillanó idődben nem levegőt után kapkodsz, hanem még meg is nyújtod a, azt a bizonyos kizmot, amit dolgozol. De igen, itt is van, ö, ennek is van jelentősége, akkor a salakanyagokat jobban el fognak távolodni, távozni az izmokból. A szalok egy kicsit ö, jobb állapotban kerülnek, illetve, amit még most megint kicsit ellent mondok neked meg a mindenki, hogy a nyújtást esetleg kiváltod elmész masszázsra. Uh -huh. Tehát, hogyha össze tudod kötni, mert nekem vannak vendégeim úgy, hogy edzőteremből, edzés, is úgy, úgy az edzőteremből, hogy edzés után jönnek. Tehát az is egy nagyon jó dolog, ha valaki ezt össze tudja hangolni, és akkor viszont na, megint, megint ide értünk az időtényezőhöz, hogy mit szánsz magadra időt. Tehát, hogy mit tudsz időt szállni magadra, és hogyha ezt hogy tudod megoldani. Egy, egy ideális súlyzós edzésnek mennyi az ideje, amikor túl edzi valaki magát, az már kontraproduktív. Nyilván ez időben is meg lehet mondani, hogy körülbelül akkor mennyi az az edzés, ami ideális? Egy óra, másfél, kettő? Mennyi? Hát a kettő az már annyira azért nem. Az egy óra és a másfél óra között Tehető, de ez igazából az attól függ, hogy kinek mi a célja, kiről beszélünk, hány éves fiú, nő, lány, férfi, uh -huh. fiatal gyerek, idősebb, illetve milyen munkát végez, munka mellett van le, vagy konkrétan neki mi a célja, miért jött edzőterembe, miért sportol, tehát ez, ezek megvannak. Tehát a súzós edzése meg lehet halni fél óra alatt is, hogyha megcsináljuk ezt a negyed órás emelegítést, arról is van mód, és utána fél óra alatt meg lehet úgy halni, hogy mintha edzettél unok két órát. Tehát megvannak erre a technikák, az edzési elméletek, edzési technikák, hogy mi az optimális edzés. Ez függ az egyéntől, függ az edzőtől, az edzet, aki edzésen jár, tehát hogy mi, mi, a cél, mik a lehetőségek, és ezt hogy tudják összehozni. Illetve ha valaki edző nélkül dolgozik, neki is azért mondom, utána olvasott, utána néz, uh -huh. hogy, hogy mit tud. Mindenki más módszeres. Minden teljesen, lehet egyébként teljesen. az, hogy ugyanúgy célba lehet érni teljesen más módszerekkel is. Itt igen, itt az a kérdés, hogy kinek mi a célja. Tehát ami, ami nagyon fontos, hogy hogy nem is az edzés hossza a fontos, inkább a regeneráció. Uh -huh. Tehát az, azt, azt azért soknak, akkor elmondjuk, hogy regeneráció, és akkor na, miért nem mondom, pihen a pihenés, uh -huh. a regeneráció, mert a, a kevesebb az több itt ez nagyon érvényes ebben a úgymond sportákban, meg szerintem több, sok sportákban is, hogy, hogy a, a kevesebb az több. Uh -huh. Oké, okay, regeneráció. Ezzel kapcsolatban két kérdés is felmerül. Az egyik az, hogy az edzés közbeni, tehát, hogy mennyire kell intenzívnek lennie, mennyire kell egymás után nagyon gyorsan ö, végezni gyakorlatokat. Van, aki ö, nem tudom, ábrándozik akár perceket, van, aki azt, azt abba a hisz, 10 másodpercenként terhelni kell, és akkor az a hatékonyabb, tehát, hogy magán az edzésen belül. És a másik az, hogy egy-egy edzés után ö, hány napot kell ö, kihagyni, ki kell le, van, aki egy héten hét edzést csinál, tehát hogy ez ez a két dolog, az edzésen belül és a napok számát tekintve, mi az ideális? Hát igen, ez van, amit mondta, hogy van, aki valaki van, aki pörgeti. Itt megint az, hogy mi a cél, hogy milyen edzés alapján csinálja valaki. Van az intenzív, van a, a nagyon intenzív, az a szuperszettes, vagy az sorozatot, akkor három-négy gyakorlatot lenyom egymás után, és csak utána pihen, vagy ha, ha jókondol, még utána a pihen. És akkor ezért mondtam az előbb is, hogy 30 perc alatt meg lehet halni úgy, hogy voltad a házat. Uh -huh. Illetve megint az, hogy nagy súlyjal edzesz, kis edzesz, milyen intenzitás, mekkora ismétlés szám. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, ez melyen edzés elméletes edzés technikai részek, de, de valóban az van, hogy van 93 órát, és ha összeadod az egész munkát, akkor volt 45 perc. Uh -huh. Tehát van ilyen is, tehát ő jól érzi magát, uh -huh. semmi baj, ezt, ezt is meg kell becsülni. Valaki tényleg lejön, ledarálja, mert van neki egy óra ebédszünet, és akkor uh -huh. mindent, ami belefér. Tehát ezek a, az időtényezők, amik nagyon ö, fontosak, ezeket kell figyelembe venni, és ennek a függvényében kell az edzésmunkát is végrehajtani, és ennek függvényében kell ö, neki készülni az edzésnek, a munkának, a regenerációnak, mindent ezeket figyelembe kell venni. De minél változatosabb, annál hatékonyabb. Tehát, hogy ugyanazt az edzésprogramot csinálja valaki mindig újra, meg újra. É, nem ez viszont. változó most az, hogy mikor csinálja. Most, amit mondtál, hogy hét napból hetet edz, olyan is van. Van, aki ritkában edz, annál, annál, annak nagyon jó, aki ritkában ez, hogy ugyanazt végzi, ugyanazt az edzésprogramot végzi. Tehát itt, itt tényleg mondom, hogy az, ideális hogy... ebben a tekintetben, mert tényleg van, hogy, hogy heti egy, meg van, hogy, hogy heti hét. Hát itt, igen, igen. De regeneráció szükséges. Szükséges, szükséges. Tehát, hogy... szükséges. Megint visszatérlek azt, hogy sokszor fogom mondani, hogy hogy mik, a, mik az igények, mik a lehetőségek, mm. hogy, hogy ki mit szeretne elérni, mire van lehetősége, hogy van lehetősége, mert amikor én is amikor jönnek hozzám, akkor edzünk, és megkérdezem, hogy mi az a minimum, amit le tud jönni. Tehát nem az, hogy mi az optimális, mm. mi a nagy beleírva, leírva, hogy heti négyszer jövök, vagy mm. heti ötször minden nap más, hisz, vagy most vagy vannak ilyen elképzelések. Ez a heti négy ez egy, -egy elfogadható ideális. elfogadható, ha belefér. Mm -hmm. Ha nem fér bele, akkor, akkor, akkor csökkentjük, vagy hosszabbítjuk, vagy eltoljuk. Mm -hmm. Én azt fogtam mondani, hogy az a minimum az lenne jó, hogy ha arra törekednének, hogy az a minimum, hogy a két hétben a három. Tehát az az alja. Mm -hmm. Tehát nem azt mondja, hogy heti kettő, mert valamire elcsúszott. Tehát, tehát uh -huh. tudjuk, hogy most már mindenki dolgozik, hogy él, mint él, tehát ezek nem, nincsenek kőbevésve ezek a dolgok, de, de, megvan. Aki tud jönni hetente, hétszer, annak, uh -huh. annak is más a program uh -huh. felépítése, aki ritkábban jön, annak is más a program Tehát ebben az a jó, hogy ezt nagyon egyénre lehet szabni. Uh -huh. Tehát az edzők ezt tudják, tehát a személyi edzők ezt tudják, hogy kivel, hogy hogy terhelnek, vagy éppenségében, hogy ki, kit, hogy kell terhelni, meg kinek mi a célja, és mit lehet vele megcsinálni. Milyen típusú sérülések a leggyakoribb? Hát nem is sérülést mondanák, inkább azok a nagyszámban a húzódások, mm -hmm. mert megrántottam, meghúztam, megcsavartam, ez a, ez a kategória. Inkább a problémát mondanám, a legső inkább a nyak, tehát ez a háti gerinces szakaszoknak a problémája az, ami inkább általános. A térd van még, ami bejön de azok sérülések vagy balesetekből, vagy korábbi műtétekből, vagy, vagy előző vagy sportból adódóak esetleg. A, ezek amik még de annak már csak a rehabilitációja, jobb vagy a kezelésén utókezelései, de ami az általánosabb probléma az a derék hát, nyak, azok a általános problémák. És nem az, nem csak sérülések, mert mert mert, mert az a munkából, az egyoldalas munkavégzésből adódó terheltéseknek a hatására van, hogy nagyon beáll, nagyon kemény, nagyon nem jó egyoldalas terhelés, ebből van inkább a probléma. Sok vezetés, egerezés. É, igen, 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 igen. Gondolom, igen, igen, tehát, az, tehát az, hogy az egyoldalas munkavégzés, tehát ami, ami most a, tényleg az elmúlt 30 évben jellemző, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen munkát végez, nagyjából egy pozícióban végzi azt a 8-10 óráját, és, ebből, és ennek az ellen súlyozására nagyon jó a mozgás, bármilyen mozgás mindenki számára. Egy kicsit a az a beszélek a mert az, abból egyszerűbb, hogy időjárásmentes időhöz nincs kötve, de bárkinek bármi nemű mozgás, ami kihozza ebből a mókus mókus, úgymond mókuskeréből kicsit ellentétes terhelést ad a testének, már jó. Szóba került az előbb itt a nyújtásnál a masszázs, hogy van, aki ezt választja. Milyen a jó masszázs? Ugye, hogy dönti el egy masször, hogy ő melyik módszert alkalmazza, milyen, módszer, milyen, milyen masszást, a gyógymasszás, sportmasszást, nyilokmasszás, nem tudom. Hát meg, hogy tehát vannak, vannak gyógymasszörök, van ki a sportmasször, vannak a regeneráló masszázsok. Én, én úgy szoktam, én azt mondom, hogy attól, hogy kifekszik oda és annak a függvényében olyan lesz a kezelés, hogy most az gyógyítottás, vagy sport, vagy éppensége relaxáló, mert ha valaki az olyan oda, hogy mondjuk fáj a hát, a fáj a nyaka, és akkor kiderül, hogy tényleg irodába lehúzza az 8-10 órát számítógép előtt, akkor valószínűleg annak a nyakával van te baj, akkor az ilyen gyógyító jellegű, és akkor a negyedik, ötödik, nagy isten, tizedik alkalom után már átmegy a relaxációs fázisba, mert akkor már a fájdalom megszűnt, vagy legalábbis csökkent olyan mértékben, hogy nem okoz neki napi problémát. Tehát én azt mondom, hogy mert, mert a, vannak a gyógymasszörök, a is van, és akkor tényleg ők a betegekkel nagyon sokat foglalkoznak, akár a fekvőbeteggel, vagy a gyógyintézményekben lévő betegekkel foglalkoznak, vagy van, aki van magán Praxis a abba dolgozik a betegekkel. Tehát én úgy mondom, hogy aki odafekszik nálam az ágyban, annak adjon a, a, a el, hogy most éppen -e, milyen szintű lesz a kezelés. Arról nagyon-nagyon sokat lehet beszélni, meg sokat beszélnek is az emberek, hogy milyen a jó masszázs. Meg milyen a jó masször, de arról kevesebb szó szóval esik, hogy milyen a jó vendég. Milyen a jó vendég egy masszázs alkalmában. A jó vendég az, aki igénybe veszi a kezelést. Jó, de itt most, de, de most én magatartásra... Aki már odaig eljut, aki már odáig eljut, hogy igénybe vesz a, a, a kezelést, uh -huh. az egy idő után ez nem jó, hogy be, beleidomul, vagy... Tehát, ha megtalálják a közös hangot a masszörrel, akkor vissza fog hozzájárni. Hogyha bármi problémája van, tehát nem szimpatikusok egymást, ak, uh -huh. akkor akkor biztos, hogy eltávolodnak egymást, és nem lesz neki vendége. Uh -huh. Tehát azt mondom, hogy a legjobb vendég az, aki, aki... Fe, ö, igénybe veszi a masszás kezelést, mert ő már tett annyit magáért, hogy valamit elindít. Érted? Uh -huh. Értették? Érte? Az, tehát, hogy, hogy az ágyon az elején is megfigyeltem, hogy nagyon sok a beszéd. Tehát beszélgetnek, akár zavarban van, vagy nem volt még, és akkor ez viszont kopik a harmadik után, már még kevesebb, és utána bemegy be a relaxációs fázisba. Aki már úgymond rutinos, akár sportolók, vagy vagy, vagy ebben monszás, azok bérnek, és akkor kész, elfekszik, és, és, és akkor majd végén kell szólni, hogy végeztünk. Uh -huh. Jó, én ilyenekre gondoltam, ilyen magatartási viselkedési problémák, hogy higiénia, mocorgás, feszengés, nem tudom, milyenek. Hát a, feszengés, amit mondtam, hogy az annak az egyik ilyen jelen esetleg a beszélgetés, de független attól, hogy van, akivel végig tudom beszélni úgy, hogy rendesen le van kezelve, de ez általában jellemző, hogy, hogy az elén kicsit ez a feszengésnek az egyik módja a, 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 beszéd, illetve hogy megfeszül, feszes hogy próbáld lazítani, és igen, csak azért nem, mert hogy most megfogtad, hozzáérnek, tehát ezek annyira nem probléma. A higiénia meg az, az olyan, ami nem nagyon találkoztam, ahol probléma lett volna meg, szinte ez a higiéniás dolog. Mindenki, sőt, én túl, túl, is megmondom, hogy nyugodtan egyes után jött, akkor még megfűdik, mert nem. És akkor, tehát, tehát igen. ezzel én nagyon nem találkoztam egy higiénes problémával, a magatartás vagy viselkedések meg mm, szerintem az úgy kopik meg, meg kezelhet, én úgy gondolom, hogy olyan nincs, hogy leugrik az ágyról, de annak nagyon kell fájni, hogy de, de meg megoldható minden. Itt rehabilitációs trénenként, meg edzőként, meg masszőrként is uh, nyilván azért lehet látni, hogy uh, még a speciális problémái a fiataloknak vagy az idősebbeknek. A kérdés az, hogy ha uh, feltűnik az edzőteremben, mert nagyon sokan vannak hál' Istennek fiatalok, akik mondjuk 10 évesek és sokan vannak 50-60 pluszosok, akár még nehogy is te 70 pluszosok is. Igen, igen. Nekik milyen, mire kell figyelni? Tehát mert a fiataloknak még nem alakult ki a végleges csontozat, izomzat, fizikális felépítés az idősek számára, meg már nagyon figyelni kell dolgokra, mert könnyebb a sérülés esélye. Igen, igen, igen. Hát általánosan nálunk is a teremben úgy van, hogy van egy minimum korhatára, amitől kezdve el lehet kezdeni járni, tehát ez a 14 életével betöltött fiúk, lányok jöhetnek, illetve egy-két esetben kivételt teszünk, hogyha sportoló vagy a szakosztály aki valaki megkéri, hogy lejöhessenek, de őnek van egy bizonyos szakmai háttér, meg van nekik a munka, hogy mit kell csinálni. Tehát, tehát ők, külön kell választani a sportoló, fiatalokat, egy gyerekeket, 10 éveseket, illetve az utcáról beesettek, az hál' Istennek, akik most nagyon sokan vannak az elmúlt pár évben, ez nagyon egy jellemző tendenciált, és ennek nagyon örülünk, hogy, hogy ennyi fiatal megjelent itt. Tehát ez, ez, egy nagyon jó dolog, mert volt egy időszak, amikor nagyon hiányoztak. Vagy nem is hiányoztak, nem az, hogy hiányoztak, hanem eltűntek, nem voltak. És ez most az utóbbi pár évben egy jellemző, hogy nagyon előkerültek, hál' Istennek ezek a fiatalok. Hát nekik az van tényleg, hogy ez a 18 év alatt, tehát ami az optimális, meg az ideális lenne megint a nagykönyves, hogy, hogy a húzónyújtó, melkos tágító, saját tessúlyos, gerincet nem függőlegesen nem terhelő gyakorlatok, 17-8 éves korig, és utána viszont a csövön kifel. Tehát addig ez az optimális, ez lenne, de mondom itt meg, Különösen ha megvannak a sportolós fiataloknak, megvan, hogy mi az edzésprogram, ők azt csinálják, és nagyon sokat látok, hogy azért aránylag ezt be is tartják. Tehát nagyon nagy vad dolgokat nem szoktak csinálni úgy kény, el van, jó van, te gépe, gépeznek, használják, jól érzik magukat, az látszik rajtuk, hál' Istennek, úgyhogy maradnak is, és tényleg úgy látni őket már pár évre folyamatosan telik, hogy itt fognak felnőni, hál' Istennek. Igen, a tévétornának volt az a színál, hogy az idősebbek is elkezdteni. Igen, tehát, és, na, és van, van, az idősebbek, itt meg, és itt viszont az idősebbek esetén az, arra kell figyelni, hogy külön kell is választani, hogy kinek van sportmódja, és kinek van az, hogy na most esetleg nagyisten nyugdíjas vagyok, vagy idő megengedi, gyerekek kirepültek, és elkezdek magammal foglalkozni. Tehát akinek a sport van annak adott, ő, ő tudja a szintjét nagyjából belőni, ők, velük különösebben nincs probléma. A, azokkal sincs probléma, aki most úgymond életmódot vált, és így idősebben kezdi el. Ott, ha segítséget kérnek, mert általában szoktak segítséget kérni, volt-e betegségük, azt felmérjük, tehát szépen ott is a fokozatosság, tehát ne ott már nincs terhelés, meg ezer százalékos, meg tóld a házad, hogy szépen fokozatosan fel van építve, hogy hát segítünk neki, hogy mit csinálják, ők is, és nagyon szépen dolgoznak, nagyon jól dolgoznak, azt mondanám az, hogy, hogy óvatosak, tehát óvatosan csinálnak, Ami, amit mondjuk, azt, hogy ezt meg lehet csinálni, ha úgy érzi, akkor nem fogja megcsinálni, tehát de van, aki viszont megfogja, és akkor tényleg csinálja, hogy tényleg jó, és, és kell nekik a segítség, de van, akinek jó, jó az irány. Tehát ügyesek, tehát dolgoznak, ügyesen dolgoznak az idősebbek is, hál' Istennek. És uh -huh. szép száma vannak lent. Tehát ami jellemző volt, hogy azért kérdezted, mert találkoztam és, uh -huh. és, meglepő. Ami viszont, és igen, és hogy, hogy, működik a, a, programjuk, amit akár maguknak csináltak, vagy maguknak találtak ki, akár edző segítségével csinálnak, mert ott vannak. Tehát folyamatosan ők évek óta vannak. Tehát, és, jönnek, és jönnek az újabb jön az újabb idősebb nem korosztály, hanem a kortársaik többen vannak. Milyen egyedi esetek voltak, amik esetleg ilyen sikertörténetek, nehéz esetek, felépülések, makacs gondok megszüntetése voltak ilyenek? Oh, igen, igen, szerintem voltak. Tehát ez az általános, hogy nem tudom megemelni a kezem, fáj nyakam, nem tudok megmozdulni, meghalok, mindenem, tehát ez, ezek, ezek, ezek általánosan megvannak. Amilyen ilyen klasszikus, ilyen sikertörténeteket mondható, hmm, a vendégeim között van egy jó pár, aki ilyen tényleg 20 éve már vendég, mind massz, akár masszás akár edzés terén is. És, és látni, hogyha folyamatosan, abban van, van egy kettő, aki sérült, tehát eleve születésétől fogva sérült, és nagyon látszik, hogyha dolgozunk, tudjuk, tudjuk, tartani akár a heti egyet, vagy a heti kettőt, vagy a régen, amikor nyári szünetben volt, iskolában járt, akkor a nyári szünetet nyomtuk végig, hogy nagyon sokat változik a mozgásképet, stabilabb, biztosabb, jobb, a hangolta is jobb, tehát uh -huh. ilyenek, ilyenek vannak, tehát ők, ők, akkor mindenhonnan lehet fejlődni. honnan fejlődni, meg is fenntartni, és ezért, hogy, hogy moz a mozgás az nagyon sokat segít mindenben. Uh, minden szállal kötődik az edzőteremhez az egész életed. Uh, milyen, uh, mi van, ha nem az edzőteremben van az élet? <laughs> az ritkán van, kevés van de, de van, van az a fogalom, hogy az a, az édes tevés. Uh -huh. Az az elsődleges, az, 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 az nagyon jó, ha nem kell. az, az, az így, így, az édes semmit. Sokaknak meg kell tanulni. Igen, tehát ez, ez egy nagyon, nagyon jó dolog, ezt nagyon szeretem, ez nagyon jó, és akkor ez amikor megvan, akkor párommal, gyerekekkel, időtöltés, aktívan, passzívon, bármi, tehát valami, hogy mozi, színház, kirándulás, színház az nem, az most, azt csak bemondtam, mozi, kirándulás, együtt a gyerekekkel, vagy a párommal bár, vagy egyedül csak úgy lenni, egy kicsit úgy nézni, hogy a fejből, vagy akár kiusz a vízpartra, vagy bárhol, csak az a, a fejből kinézés az egy jó dolog. Köszönöm szépen. Köszönöm.